Szia Robi, hálás vagyok minden tanításodért. Szívesen fogadnám, hogy egy kicsit beszélnél, egy-két útmutatást adnál arra, hogyan lehet hatékony oldani nagy technikával a vállalkozás létrehozásához fűződő belső bizonytalanságot. A szüleim, felmenőim soha nem hoztak létre vállalkozást. Aki esetleg vállalkozóként dolgozott, belebukott. Okay. Volt már vállalkozásom, de akkor még nem voltam annyira tudatos. Most, amiatt intenzíven dolgozom magamon, most más szemszögből nézem a dolgokat. Annyi minden feljött. De nem tántorított el a mélyről feljövő árnyak, mert megyek tovább a megvalósítás útján, mert tudom és érzem, hogy ahogy megerősítetted bennem, hogy ez a jövő útja. Ez egy nagyon szép kérdés. Tetszik, mert nagyon emberi, nagyon őszinte, van egy jövőkép is, van benne alázatosság, tehát ez egy gyönyörű irány. Már az energia itt nagyon szép. A vállalkozás létrehozása és a belső bizonytalanság. A belső bizonytalanság két fő okból ered. Az első a ki nem hevert traumák, a másik meg a félelme attól, hogy mi fog történni, hogyha túl nagy leszek, túl sikeres leszek, túl pont, pont, pont. A traumák, amit nagyon sokat látok, és én is átmentem ezen, tehát tudjátok, hogy én nem tolom az észt csak izéből egyetemi könyvekből, hanem én megtanultam az egyetemi szintet, és alkalmaztam magamra, és ugyanezeken átmentem, és megtapasztaltam, és tudom, hogy miért van, meddig tart abból kilábalni, és így tovább. Képzeld el, hogy neked ott vannak az őseid. Ez lehet, hogy csak anyu, jó? És, vagy mit tudom én, aki már próbált magánvállalkozást, a magánvállalkozás energiája teljesen más, mint alkalmazottnak lenni. Alkalmazottnak lenni az egy kényelmes, idézőjelben biztonságos, kiszámítható állapot. Azt hiszem, hogy ez ismerős. Már nem, mert a legtöbb állás, ami a háromdimenziós matrixnak volt így a része, ott nagyon sok kontroll volt, és nagyon sok rossz program, ami nem a teremtés és boldogság és életcél mellett szólt. Tehát neked a feloldatlan veszteségek kudarcokat kell oldani. Nem fogod tudni, hogy mind ment át az előző generáció, legyen az multigeneráció, vagy az eleti generáció, onnan fogod tudni, hogy magadon keresztül megjelenik. Belekezdesz valamibe, és olyan bizonytalan leszel. Azt ott kérdezi magadtól. Ez egy dekódoló kérdés. Milyennek a bizonytalanságnak a célja és a magasabb szándéka? Jó? Milyennek a célja és a magasabb szándéka? Van, kapsz egy választ. Arra ugyanúgy megkérdezed, hogy annak mi a célja és a magasabb szándéka. És elkezded ezeket az úgynevezett lerakódott sejtemlékeket egy kicsit lazítgatni. Amíg ezeket a sejtemlékeket nem feszegetjük és lazítgatjuk, addig az eddig megtapasztalt lerakódás egyenlő minta fogja uralni az életünket, és azt hiszem, ez evidens, azért vagyunk itt, hogy oldjuk meg a sok francos mintát, már idáig vagyok én is a mintán. Nekem is rengeteg volt. Tehát mik voltak azok a kudarcok, amik potenciálisan megtörténtek az előző generációkban, lehet, hogy a kollektívból is kapsz most egy kis ötletet, mind pozitív, mind visszahúzó irányban. Mik voltak azok a kudarcok, amik történtek, az old fel a nagy technikában? Onnan mi hiányzik? Mikor a kudarc energiát vizsgálod,
A kudarc ellenkezője, mondjuk tegyük ide az alacsonyabb frekvenciát, a siker. Hiányzott a siker. De miért? Mert féltünk a sikertől. De miért féltünk a sikertől? Hát, hogy feszegetünk, toljuk, hogy akkor a sejtekben a lerakódott biztonságot, homeosztézist őrző struktúrát, mint a patogat, kukorica kipatni, és nem tudunk visszamenni ebbe a bújós, félénk állapotba. Az történt eddig régen, most már ez nincs, az emberek elméjében még van, hogy valami traumatikus történt, vagy a te életedben, vagy az ősök. Mikor ősöket mondok, nem azt jelenti, hogy tudod, Rákóczi meg ilyenek, hanem a te felmenő ágadba, akár a te szüleiddel is. Valami olyan történt, hogy volt egy jól menő, boldog időszak. Oké? Volt ilyen. Tök jó, volt egy jó kapcsolat, jól ment valami strandon, tudod, izét, csöves kukoricát árultam, és marha jó, mert minden. És ez egyszer csak, és ez a lényeg, itt jön a lényeg, hogy bum, véget ért, mind egy izé, egy fejszével véget, vagy ketté vágták volna, és ez a törés, ez az időség törés, mikor egy jó, jól működő állapot hirtelen, abraptul, nagyon durván véget ér. Nem tűnik nagynak, mert annyira már hozzá vagyunk szokva a traumákhoz, már az egész lényünk, ez ilyen üs és fus reakcióknak így a felhalmozása, hogy nem is értjük a jelentőségét. Ahol a két ujjam találkozik, itt volt az a mikroszkopikus, szélességű, de nagy kanyon mélységű törés. Ebben a pár filmkockában kell keresni a megoldást. Jó? Azért fél az ember a sikertől, mert valahol kiesett a kosárból régebben. Oké, elmondom ezt másképp is, nagyon fontos. Az ember retteg a sikertől, ugyanúgy, mint retteg a kudarctól. Van persze rengeteg fedőtörténetünk, tudod, földet rá, meg stb., de azért fél az ember a sikertől. Az egyik fő oka, mert volt egy jól menő periódusunk, és az elvarratlanul, traumatikusan ért véget. Ezért kell ezt a traumát átvizsgálni, és megnézni, figyeljük, hogy ami itt jó volt, mit vesztettél el, mit vesztettek a felmenőid el. Mindegyikötökre ez igaz. Mit veszítettem itt el, ebben a traumatikus végződésben, amit ma keresek, de nem találok, mert hiányzik, mert elutasítottam. Jó? Ide kell visszamenni. Ez volt a jó periódus, tudod, Hawaii DJ napszemüveg, puf, utána jött a Schaller, és ezt a vertikális, ezt a csíkot kell megnézni. Mit veszítettél el itt? És utána rájössz, hogy hú, basszus, elveszítettem az önbizalmamat, elveszítettem a teremtővel való kapcsolatomat, elveszteségi traumák, halljátok, elveszítettem. Veszítettem. Több tízezer dolgot veszítettünk el, egy pár százat visszaintegrálunk, és beindul az élet. Jó? Nézd meg, hogy mit veszítettél el te, amikor ment jól valami, és véget ért. Tehát ez az egyik oka a sikertől való félelemnek. Ami nekem tetszik benned, az az, hogy van akaraterőd. Tehát tolod, csinálod. Lehet, hogy fáj, meg lehet, hogy van, tudod, az elefánt a nappaliban, ahogy így angolul mondják, hogy lehet, hogy érzed, hogy azért az nem egyezik meg a te irányoddal, de ezért csinálod. Nagyon fontos az akaraterő. És a másik, ami egy régi minta, az Újföldön ez nem lesz, csak muszáj ezeket transzendálni magunkon keresztül. Az az, hogy félünk azért a sikertől, mert a sikerért a régi rendszerben mindig volt valami furcsa visszajelzés, bántás, támadás, büntetés. Érzitek?
ha valaki túl nagy, túl sokat keres, most mondok egy-két ötletet, csak így működik az elme, akkor rengeteg adót kell fizetni. Minél te annál nagyobb adó. Jó? Ennek úgy értelmet lehet adni, csak mondom, így működik. Hát akkor nem akarok ennyi adót, akkor inkább nem keresek. Így ennyire majdnem triviális dolgok miatt az ember sikertelenségbe hajszolhatja magát. Aztán, mi lesz akkor, ha túl sikeres leszel? Nézd meg, érezd meg, hogy mihez fog vezetni ezek a hiedelmeink. Mondok egy ötletet, tudod, ahogy szoktam mondani, beledobjuk a téglát a kirakatba, aztán hadd szóljon a riasztó, mire kijönnek ezek a zsarok, addigra kipakolunk. És azért fél az ember a sikertől, azért is. Mert bűntudata van, és ha túl sikeres lenne, akkor úgy érzi, hogy ő a másiknak ártott azzal. Ezt úgy hívják, angolul tudom csak, hogy the fear of outshining others. Valakin túl fényesebbnek lenni, ez ettől való félelem, valakinél jobbnak lenni, ez egy félelem, de csak azért létezhet, mert bűntudatunk van, mert úgy érezzük, hogy azzal, amit cserben hagynánk a másikakat. Milyen durva, nem? Itt a cserbenhagyás traumája. Tehát a nagy technikával ezt úgy tudod csinálni, hogy magaddal szembe állsz. Először föl kell persze térképezni, amiről beszéltem, hogy oké, itt van ez, akkor itt van egy kis ősi félelem, akkor itt nem akarom elhagyni a közösséget azzal, hogy én szuperhíró leszek, meg ilyenek, de ez a közösség nem jár jól, ha mi nem vagyunk sikeresek, és ezt el kell magunknak mondani nagy technikán belül, mert akkor bemegy az elmébe, a töredezett elmébe. Te is, bárki, aki itt vagytok, én is. Ha én nem vagyok most sikeres, és nagyon kemény munkán, nem tudok nektek segíteni. Nem tudok az emberiségnek segíteni kilépni ebből a katymaszból. Jó? Tehát te is, ahogy csinálod, mi az? Ezek ilyen hipnotikus kérdések. Mi az, ami a te sikered elérése után az egész emberiséget segíteni tudja? Érezd rá, ez egy nagyon felemelő, jó érzés lesz erre válaszokat adni. Legyen az a hajtóerőd. Mások túlszárnyalása. Oké, jó, ez az outshining others. Köszönöm, Gábor. Jó, tehát nagyon sok ilyen kis mikroszkópikus félelmünk van, ami bulldozer erősséggel visszatart minket, és amikor az ember azt mondja, hogy oké, felismertem, integráltam magamba, most már nem rezeg bennem, itt ki tudok lépni az elakadásomból, azaz az önszabotáló mintából. Jó, drága? Tehát a szüleid nem hoztak, oké, akkor te meg is válaszoltad, elnézést, de valahol az ősök között volt, vagy tudod mit még? Még az is lehet, hogy láttál esetleg olyan videókat, olyan előadásokat, hogy magánvállalkozás rizikós. Jó, ilyesmi. Tehát hol lett ez a magánvállalkozás olyan szinten bemutatva, hogy vigyázz, ez nagyon... Tudod, itt az ember, és akkor jönnek ezek a hiedelmek, hogy itt meg fogsz szenvedni ezzel, és van benne kihívás. Tehát én is kiléptem egy mérnöki állásba 20-valahány év után, tudod, jól kerestem, több százezer dollárt évente, és mondom, ezt már beszéltem, 5-ös BMW, vállalat vetnek meg egy vállati kocsit, 5-ös BMW, de ma, és az a furinkáztam, repültem, előadtam, stb. És utána, amikor átmentem magánvállalkozóba, ami nem volt könnyű, utána jöttem rajta jó élet. Több ezer olyan mikro áramkör van még az ember búrájában, ami tényleg, ha nincs feloldva, akkor az egész egy küzdelem. Jó? Tehát, drága, nagyon jó irányba haladsz, van akaraterőd, old fel ezeket a... Fedezd fel, először persze, és utána old fel a félelmeket, és te nézd meg, utána tedd meg a következő lépést, és
folyt köv, jó? Ez olyan, hogy felfedezünk valamit, feloldjuk, az irány marad, erre mondtam az egyik YouTube videóban, hogy legyen cél, legyen még egy cél, legyen egy húzóerő, legyen egy irány, és ahogy megyünk, afelé, hogy Atya Isten, megint, minthogyha egy tehervonatot próbálnék a hegyre felmenni, vagy húzva, felhúzni a hegytetőre, nem megy. Mi van az elmémben, ami ezt a tehervonatot képviseli, és hyan tudom ezt lekapcsolni magam, hogy tudjak haladni előre. Jó van, drága. Nézzük tovább. Tehát ezt erre mondtam, hogy van akarat erőd, ez nekem nagyon tetszik, és ezt kívánom mindnyájatoknak. Jó, persze, ez a lényeg. A más szemszögből nézni dolgokat adja meg neked a rálátást, az új erőt és az új inspirációt. Még annyit mondanék, hogy a régi humán, az 1.0-ás, vagy a mínusz 1.0-ás, nem sok különbség van a kettő között, az nagyon-nagyon átkozódó, rosszindulatú volt, mert ők az Antikrisztus által voltak programozva, és ezt azért mondom, mert engem is rengetegen támadnak, évente több 10 000-en. Rengeteg olyan támadás ér, például a YouTube-on ilyen számocskákat tesznek be, az a akkult Bibliából a sátáni támadások. Miért mondom ezt? Mert így működött a humán 1.0-ás. Ezért jöttünk vissza, hogy ezeket kitöröljük. Ha bármi megtorlástól való félelmeitek vannak, akkor azt azonosítani kell és feloldani. Lehet a nagy technikával, lehet a csankap technikával, árny technikával, és lehet, hogy kombinálni kell. Az a lényeg, hogy semlegesíteni kell a megtorlástól való félelmeinket, semlegesíteni kell a siker és a megtorlás, ugye, amely párhuzamosan jön, és amikor már nincsenek ezek a félelmek, akkor beindul a szekér. Én más vagyok, mert tudjátok most, hogy így az Antikrisztus lelepleződött, és ez a sok millió rossz program, ami az emberek elmébe rezeg, megjelent Robika, azt mondja, figyelj, kis ez egy sötét kis tapír, mit képzelsz magadról? Hát te ki vagy? Hát én nem vagyok, ki te leszel, ki halogsz velem még 5 percet? És most ez a dolgunk nekünk, fénymagoknak, hogy bevállaljuk magunkat. Egy helycserés támadás van, a kicsi én, lerombolt én, traumatizált kis én, a gyógyult én és vezetőségi szerepet fogunk itt bevállalni, és átvesszük az irányítást az új földön. Az új föld csak a mi takarított elménken keresztül tud létrejönni, csak a mi elengedett traumatizáltságunk és konfliktusaink után tud megjelenni. Jó, azért kell egymást segíteni, támogatni, ha ledobja az agyad a láncot, dobja le, majd gyere, fölrakom neked. Jó, nem szabad megtántorodni. Amifelé tartunk, az csodálatos, ti is csodálatos emberek vagytok, igazi humánok, és ez a lényeg, hogy pucolni, subickolni ki a buksit, és bátorságot nyerni ahhoz, hogy felvállaljuk az új irányt.